Havonta mintegy 25 millió tranzakciót hajtanak végre a banki ügyfelek Magyarországon. Bankkártyával fizetünk a boltban és bankkártya adatok segítségével vásárolunk az interneten. A szolgáltatást azonban zárolhatják a pénzintézetek, ha az ügyfelek nem tartják be az adategyeztetési határidőt. Még 2017. június 26-án lépett életbe a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény hazánkban. Ez 2 év haladékot adott a pénzügyi szolgáltatók számára, hogy elvégezzék az ügyfelek ismételt azonosítását. Ennek a 2 éves türelmi időnek járt le a határideje idén június 26-án. Ezt azonban a kormány még 4 hónappal meghosszabbította nyáron. Annak érdekében, hogy kellő időt biztosítson az eljárások lefolytatásához, mivel június közepéig még több mint 1 millió ügyfél nem egyeztette az adatait. Végül az országgyűlés június 25-én elfogadta a hosszabbításra benyújtott törvényjavaslatot. A szolgáltatóknak a hatályba lépést követő 3 napon belül kötelező volt tájékoztatni azokat az ügyfeleiket, akiknek az esetében az átvilágítás még egyáltalán nem, vagy nem teljes körűen történt meg június végéig. Így az érintett ügyfélkör egyértelműen tudomást szerzett a hiányzó adatok és nyilatkozatok pótlására vonatkozó kötelezettségéről és annak meghosszabbításáról október 31-ig. Az ügyfélnek annyi a teendője, hogy bemutatja a bankban a személyi azonosító igazolványát és a lakcímkártyáját. Ezekről készítenek egy másolatot is. Érdemes minden esetben a számlavezető fiókot felkeresni. Ha az ügyfél nem tudja személyesen intézni az adategyeztetést, akkor a lemásolt személyi okmányát, illetve lakcímkártyáját e-mailben és postán is beküldheti a pénzintézetnek, illetve több hitelintézetnél élő online videóbeszélgetés is rendelkezésre áll a gyors adategyeztetéshez. A banki azonosítás csak azoknak előírás, akik 2017. június 26-a előtt kötöttek bankszámlaszerződést. A pénzintézetek több módon is értesítették az ügyfeleket az adategyeztetésről az elmúlt hónapokban. Van, aki postai úton a bankszámla kivonatával együtt kapott értesítést, de elektronikus úton és telefonon keresztül is tájékoztatták az érintetteket. A határidő betartása a természetes személyeknek és a cégeknek is fontos, különben október 31-e, jövő hét csütörtök után zárolják a bankszámlákat.